Sziasztok! Újra, elnézést a rekettes hangért. Ma a Fogságban című filmről fogunk beszélni, ez egy 2013-as film. Mit kell tudni erről a filmről, Ávi? Nos, ez a film 2013-ban nekem a legdurvább mozi élmény volt, de azóta is hordozom magammal ezt az egész jelenséget. Ez az egyik legsokkolóbb filmélményem nekem, az utóbbi 10 évből biztos. Nem számítottam rá, amikor mentem a moziba, hogy ez ennyire kemény lesz. Nyilván érzékeltem, hogy ez egy jó történet, és hogy egészen izgalmas az, amit látni fogunk, de akkor még egyáltalán tudtam, hogy ez ennyire súlyos lesz ez a film. Tehát ez túlmutat azon, hogy film, ez egy műalkotás szerintem. Ráadásul akkor még nem ismertem a rendezőt se, a Denis Villeneuve-t, aki azóta páratlan alkotásokat csinált, de lehet, hogy ez a legjobb tőle. Ebben a filmben, ennek a filmnek a középpontjában egy apa áll, aki megpróbálja visszaszerezni elrabolt lányát, és... Illetve hát két kislányt rabolnak el a filmben. Ugye két család van, akik összejönnek egy ilyen kis délutáni mulatozásra, és valahogy a két kislány kimegy, és eltűnnek. Uh-huh. És hát akkor a két apa két külön megoldását is láthatjuk a filmben, mert nyilván a Terence Howard által alakított egyik apa, az nem, vagy hát így belenyugszik egy kicsit jobban, mint Hugh Jackman, aki az események középpontjában áll egyértelműen, a mi Wolverine-ünk, aki látván a rendőrség tehetetlenségét elkezdi saját maga fölgöngyölíteni a dolgot, pláne azért is, mert az első számú gyanúsítottal nem tud mit kezdeni a testület, és őt nem tudják megvádolni, nincsen bizonyíték ellene, viszont Hugh Jackmannek van egy személyes tapasztalása ezzel a fickóval, hall egy gyermekdalt tőle énekelni az utcán az egyik jelenetben, ez egyik legfélelmetesebb jelenet a filmben, és ezt a gyermekdalt ugye az ő gyereke is, meg az ő barátja, akiket elraboltak, azok énekelték. Közvetlen az eltűnés előtt. Közvetlen az eltűnés előtt, így van. Tehát elég egyértelmű jelek vannak arra, hogy ez a csávó a tettes, és hát elfogja ezt a gyereket a Hugh Jackman, és elkezdi ő vallatni titokban, nyilván, úgyhogy senki nem tudja róla. Mindeközben pedig van egy rendőr, aki azért szintén nem szeretné annyiba hagyni a dolgot, és ő párhuzamosan nyomoz. Ez a két vezérszál van a filmben. Ez a rendőr Jake Gyllenhaal, aki pedig hát elszántan próbálja meg ezt az egész ügyet megoldani. Ráadásul kiderül, hogy ez az ügy, amiről itt szó van, ez az emberrablási, gyerekrablási ügy, ez túlmutat ezen, és sokkal nagyobb múltja van, szóval itt tömeges rablásokról van szó. De ennél többet én a történetről nem mondanék el, hogy ne spoilerezzünk. Hát igen, elég durva ez a történet. Már az is szörnyű lehet, persze nincsenek gyerekeink, nem tudjuk elképzelni, milyen az, hogyha elrabolják a gyerekedet, de ami itt még tetézi, az ugye van pár gyanúsítottunk, és egyszerűen azoknak a puszta ábrázata. Tehát van itt két olyan színész, a Paul Dano az egyik, a másik pedig David Dastmalchian. Igen. Hát, tehát hogy honnan a bánatból szedik elő ezeket az embereket? A Paul Dano egész életében olyan csupa ilyen ütött, vert, ilyen pszichológiailag összetört karaktert játszik, azért mert úgy néz ki. Tehát az egy annyira rémisztő fejű, szadista, ilyen beteg gyerek feje van, hogy ez nem igaz. Nagyon sok filmben láttuk ezt, és nagyon sok filmben játszik olyat is, olyan embert, akit gyerekkorában ütöttek, vertek. Uh-huh. És a másik pedig ez a David Dastmalchian, nem tudom, hogy mondjam a nevét. Ha emlékszel, ez az egyik Batman filmben, ahol a Joker is játszik, ő az egyik, akit ember, a Jokernek, akit elkap a Batman, és hát ott aztán olyan rémisztő, egy paranoid, így van. Tehát ez egy ilyen született, pszichopata fejű ember. Szóval több ilyen karakterbe botlanak a filmbe, és egyszerűen azt érzed hosszú percekig, hogy ökölbe szorul a kezed, miközben nézed. Hát ez majd, hogy nem az egész film alatt lehet érezni, a gyomorral együtt. Igen, szóval egy nagyon nehéz film. Hát ugye a fő kérdése tényleg ez, hogy meddig mennél el azért, hogy visszakapd a szeretteidet, hogy megmesd a szeretteid, vagy adott esetben, hogy megbosszuld, mert ugye nem tudni, hogy most ezek a gyerekek élnek-e még, vagy sem. Uh-huh. Ami te meddig mennél el? Hát, hogy nézzük a filmet, teljesen azonosulunk. Legalábbis én teljesen azonosultam a Hugh Jackmannel. Nem mindenki lenne így talán vele, de én szeretem azt, amikor ugye így az igazság érdekében
a szart is kiverik az emberekből. Tehát, hogy én önbíráskodás párti vagyok, Te ugye magad ezért is is. önbíráskodtál már is? Hát nézd ide. Így a nagy világ És előtt kivetted van. a szart is egy-két emberből? Nem, nyilván azért a én munkámban ez nem megengedett, hogy önbíráskodjon az ember, de persze azt hiszem, hogy ezekben a filmekben a néző, az egyszeri néző, az azt is megtalálja, hogy végre helyére kerülnek a dolgok. Tehát, hogy a való életünkben, a mindennapokban egy csomó minden nem sikerül, vagy igazságtalanságokat élünk át, és nem tudjuk ezeket rendezni, mert nem áll hatalmunkba. Viszont amikor megnézünk egy ilyen filmet, akkor olyan boldogok leszünk, hogy jaj de jó, hogy ez sikerülhet, hogy valaki helyre teszi a dolgokat, ezért szeretjük a Batman-t. De itt a filmben ez azért nem ilyen egyszerű, mert itt a filmben tényleg hát egyszerűen kínvallatja az apa ezt a csávót, és tényleg megpróbálja minden eszközzel kiszedni belőle azt, hogy hol van a gyereke. Meg hogy egyáltalán ő rabolta el. Igen. Ugye. Most könnyű lenne azt mondani, hogy nem én nem bántanék egy másik embert ennek érdekében, hogy az igazság kiderüljön, vagy hogy rájöjjek, hogy hol van a gyerekem, vagy egyáltalán éle még a gyerekem. De azért azt hiszem, hogy az események terhe alatt terül ki mindenkiről, hogy miféle. Nagyon reális itt a film, tehát, hogy ilyen karakterek vannak az életben. Lenne, aki így cselekedne, lenne, aki úgy, ez vérmérséklettől is függ meg. Személyiségtől, nem tudom, te Gyuri mit csinálnál? Ó, én szerintem tudod, hogy mit csinálni. Igen, te még messzebbre mennél, gondolom. Hát nézd, egy olyan felfokozott ilyen idegállapotban, meg hogyha tényleg a számodra a legfontosabb emberről van szó, én nem, tehát így nem lenne gát, de tényleg nem. Igen, hát... És úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinte jogos is, tehát azért sok olyan bűntény történik a világban, ahol mondjuk ilyen valami pedofil megtámad egy kisgyereket, és tehát igazságot szolgáltat az apa, ilyen történt. Igen. És ezeket a bíróság sem úgy ítéli el. Igen, hogy, van olyan, tehát hogy... ezek kapnak egy-két évet ezek az emberek, ja, de ja. Erre van egy eset, nem tudom, egy hát felfokozott hirtelen persze. felindulásból, és nem tudom én... Igen. Most ez nem olyan, igen. mint hogy valakit megölsz így mérgességből, érted? Tehát persze. azért... Nyilván vannak ilyen enyhítő körülmények. Ami itt fura, és ezt nagyon sok filmben észrevettem, hogy a másik ilyen a Wind River, amiben észrevettem ezt, hogy ott is, amikor megtörténik ez a baj, hogy ott is meghal a főszereplőnek a lánya, akkor valahogy a család egymás ellen fordul, tehát a feleség meg a férj. Uh-huh. És ott is valamiért azt a konklúziót vonják le, amit ebbe a filmben mond, azt hiszem, a feleség, hogy tehát, hogy ők úgy csinálnak a szülők, mintha ők hibáztak volna, holott nem hibáznak. Egy semmi rosszat nem tesznek. A Wind River-ben annyi történik, ezt gyorsan elmondom, hogy elmegy egy hétvégére az apa meg az anya, és otthon marad a 16-18 éves lány, meg még egy gyerek. Uh-huh. És az a lány csinál otthon egy bulit, így sutyiba, hát Istenem. Uh-huh. És akkor ott az alatt, a buli alatt valami történik, és eltűnik, és meghal. Uh-huh. És később ezt úgy apostrofálja az apa, hogy hát, hogy így leengedtük a gárdot, vagy hogy mondjam ezt magyarul. Igen, de ez de egy ez, de létező kérdés. De ez egy olyan dolog, hogy ezt nem tudsz 0-24-ben odafigyelni a gyerekekre, és érted? Tehát, hogy azt te nem tudhatod, hogy hol van a farkas a bárányok körül, érted? Hát igen, de... Tehát, hogyha bármikor oda tévedhet egy pszichopata, és tehát nem tetszik az, hogy itt az emberek ennyire magukat okolják, mert az nem egy, tehát nem tettek semmi rosszat az a szülő. Viszont teljesen ez nagyon normális. Valós, Gyuri, az önvád az teljesen... Jó, csak ez szörnyű, hogy ez felemészti a családokat, és ebbe a filmbe is a nő, a feleség az ugye a férfi ellen fordul egy kicsit, nem olyan durván, de mondja, hogy ez az egész azért történt meg, mert hogy annyira biztonságban éreztük magunkat melletted. Persze. És akkor érted, de annyi történik, hogy a két kisgyerek kimegy a házajtón, miközben bent vannak a szülők. Igen. Most ki a fene számít arra, hogy ott vár rájuk egy pszichopata? Ráadásul ilyen kertvárosi közeg ez, tehát hogy nem egy olyan hely, ahol Igen. embereket rabolnak el. Igen, de ezek mind természetes pszichológiai reakciók, szóval ebben is jó ez a film, hogy ilyenek történnek. Sajnos ilyenkor az emberek az események terhe alatt ilyeneket is mondanak, egymás fejéhez vágnak hasonló dolgokat. Na, minden esetre én nem érzem úgy, hogy itt a szülők egyébként hibáztak, de nyilván ez is még tovább viszi a Hugh Jackman-t. Hogyne, hát hogyne. A hajszába. És olyan szemmel is érdemes nézni a filmet, hogy csak őt figyeljük, ahogy ő tönkre megy ebbe az ádáz harcba, hogy ő megpróbálja megtalálni a gyerekét. Teljesen fölemészti ez az egész, és amit itt a Hugh Jackman csinál, az egyébként is egy... Hát mondanám, hogy nincs párja az alakításának, de van egyébként, mert a Jake Gyllenhaal, a rendőr, az meg egy egészen újat hoz, még önmagához képest is, mert ő meg egy ilyen eléggé zavarodott alkat,
tikkel, nagyon jól csinálja ezt a tikkelést végig a film alatt, és elég magának való rendőr, de nagyon okos karakter, és hát szóval így szó szerint egyik jobb, mint a másik. És tényleg nézhetjük azt, hogy ja, mi mit csinálnánk az ő helyzetükbe. Hát a Jake Gyllenhaalnak az kapóra jött, hogy egyébként kb. Egy évvel ezelőtt csinálta az End of the Watch című filmet, amiben szintén rendőrt alakít. Jó, itt most nyomozó, de nyilván Hugh Jackman nagyszerűt alakít, Jake Gyllenhaal nagyszerűt alakít. Amikor megnéztem a filmet, akkor tök arra gondoltam, hogy a Hugh Jackmannek ez ilyen Oscar szagú közeli alakítása lesz. Aztán érdekes módon semmi, egy jelölést kapott ez a film, ami számomra érthetetlen, és az is talán valami legjobb screen, vagy cinematografi, vagy valami ilyesmi. Szóval ez fura volt, de hát hogyha belegondolunk, akkor azért ebbe az évbe a Django vitte el a dolgokat. Szóval itt azért voltak politika nagyon... Politika ez mindig. Nagy, de hát azok azért ott a... Hogy hívják azt a színészt, tudod, akit imádunk a Django-ból? Ja, Christoph Waltz. Hát azért a Christoph Waltz vitte el itt az Oscart, szóval... Nyilván. Itt voltak erősebb alakítások, de ettől függetlenül Hugh Jackman nagyszerű ebbe a filmbe. Persze, de ő mint főszereplő kaphatott volna. Az igazság, hogy azért van, amikor olyan erős év van, hogy nehéz megmondani. De aztán végül mindenki megkapja valamiért, tehát például Leonardo DiCaprio sokáig nem kapta meg ugye az Oscart, pedig többször megérdemelte volna. Aztán végül is egy olyanért kapta meg, amiért annyira jó. Nem. Tehát, hogy nagyon alá merült de... a szerepbe, de na mindegy. Ja. Ja. Ezt a filmet vallásos oldalról is lehet nézni azért, ugyanis, és ez a filmben többször előkerül ez a gondolat, hogy szabad-e ezt? Szóval itt a szereplőknek egy része az vallásos, és elő is kerül a téma, hogy ugye azért a keresztény vallás az nem pártolja annyira az ilyesmit, hogy így úgy tudjuk, hogy erről mi a véleménye, Gyuri. Mindenesetre érdekes, mert ezt a vívódást is előhozza, és ezen is el lehet gondolkozni közben, hogyha valaki hívő például, akkor a hitének a tükrébe vajon meddig megy el. Persze én nem gondolom, hogy ez vissza kell, hogy fogja itt a Hugh Jackman kezét, szóval én örülök annak, amit csinál, mert ki kell derüljön az igazság, és el kell menni a végsőkig. Szerintem arra gondolhatott Hugh Jackman, miközben ütlegelt ezt az embert, amire Mel Gibson gondolt a Hazafiban, ja, hogy amikor, apa vagyok, igen. Az elvek luxusáról lemondta. Hát igen, lemond az elvek luxusáról. Ennyi történik, és teljesen jogos egyébként. Mi ezt a filmet tudjuk ajánlani mindenkinek, aki... Hát annak nem, aki gyenge idegzetű. Ja, gyenge idegzetű. Ez tényleg az a film, ami egyrészt brutális dolgokat is látsz benne, másrészt pedig félelmetesek. Tehát itt az emberrablók, azok nem a jófajta emberrablók, ha egyetem van ilyen. Tehát nagyon valósak. Itt nagyon tehát, itt rettegsz. Tapintható a feszültség. Rettegsz, eszméletlen feszült vagy végig, és egyre csak épül, és fel akar robbanni a lelked, és tényleg igen. Ökölbe szorul a kezed végig. Annyira, igen. Annyira igen. Visszataszítóak ezek az arcok, ezek a, hát, a gyanús elemek. Ó, a mellett a tehetetlenség végig ott ül melletted, és egyszerűen az is hozzátartozik, hogy ez egy nagyon szövevényes sztori, tehát azok is nézzék meg, akik szeretik akár a sorozatgyilkosos filmeket, vagy akik szeretnek végig gondolkodni egy filmet olyan szempontból, hogy ki lehet az elkövető. Tehát, hogy egy nagyon sokrétű alkotásról van szó, nézzétek meg minél hamarabb, írjátok le a véleményeteket, beszélgessünk róla, és nem sokára újra találkozunk, és menjetek el a végsőkig. Mindig menjetek el a végsőkig. Ezt lehet, hogy nem kéne bátorítani az embereket. Erre így holnap ilyen vérfürdő. Tényleg. Vérfürdő van a városban. Igen. Hát, mit akartam megmondani, hogy kicsit erős választás, ez így harmadik Best of Pimp filmnek talán. De nagyon sok ilyen filmünk van, ami nem való gyenge idegzetőeknek. Ezeket is el fogjuk hozni. Majd próbáljuk így adagolni azért. Hát így van. Most a következő filmünk az valami kellemesebb lesz. De mindesetre nagyszerű film, úgyhogy ajánljuk nektek, nézzétek meg. Ha tetszett a műsorunk, iratkozzatok föl, mi vagyunk a Pimblával. Sziasztok! Sziasztok.